Mai vendégem él sportoló, az első a podcast történetében. Jelenleg 22 éves, de már most olimpia és Európa bajnoki bronzérmes, illetve világbajnoki ezüstérmes, magyar válogatott fizilabdázó. Magyar állampolgár, de nem annak született, sőt, 16 éves koráig egy szót sem beszélt magyarul. Korán kellett felnőnie, és az álmai nagy lemondásokkal jártak, ráadásul meg kellett küzdenie azzal az aprósággal, hogy lány létére 191 cm magas. Vendégem Ribánszka Natasa, engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente klubja. Azonnal kezdünk. Natasa! vagy Natása? <laughs> <De> a felvétel előtt <laughs> egy jaj. kicsit, hogy hogyan is kell kimondani a nevedet. Kezdjük az aktualitással. Ugye szomorú hírként érkezett, hogy a, hogy a Budapesti világbajnokságot követően, ahol ugye ezüstérmet szereztetek, meg kellett műteni a válladat. Mi történt pontosan veled a, a vízben, illetve hogyan vagy most? Szia Levente. Uh, igen a a világbajnokságon történt egyik meccsen, pontosan a Holland meccsen és uh, hát játék közben történt meg egy, egy rúgás oldalról, és utána egy bekkelésnél, egy védekezésnél valahogy uh, összecsaptunk a másik lányál, és és nem jöttem ki jól belőle. Tövő, uh, várj, ez egy bunyó volt konkrétan? Tehát, vi hogy, tehát, hogy nem egy ilyen szerencsétlen baleset volt, hanem bunyóztatok? Igen, igen, nem, úgy, hát bunyó, hát... Ha valaki nézi a vízilabdát, is tudja, hogy mi történik vízbe, hát én bekeltem, és a másik lencenterezett, Szóval ez mindig bunyó. Tehát akkor nem egy ilyen vízi balett volt. Nem. Egy <laughs> <laughs> jó kis MMA harca a víz alatt. <laughs> Igen. Uh, és amúgy nem tudom pontosan, hogy mi történt, vagy mi volt a mozdulat. Szerintem az oldalrugás volt, ami ami miatt megrepedett a csontom. És uh, utána igazából még játszottam két meccset még uh, VB után uh, elkezdtünk a felkészülés az EB-re, és ott is még bírtam öt hétig ezzel edzeni, csak uh, mivel egyre rosszabb lett a helyzet, azért, azért uh, így döntöttünk, hogy akkor nekem nem az EB lesz a nyár végén, hanem egy műtét. Uh -huh. Egyébként a játék közben te érezted, hogy fáj, vagy pedig ilyenkor az adrenalin annyira el, elborítja az agyadat, hogy nem is érzed azt, hogyha fájdalom ér. Um, éreztem, hogy valami történt mert ki, emlékszem, hogy ki is mentem a vízből és kértem rá jeget, meg flektort szokásosan uh, Tudtam, hogy valami, valami történt vele, csak nem, nem is akartam tudni, hogy hogy mi pontosan és hogy mennyire komoly a, a szitu, de utána azért is tudtam játszani még két meccsel ezzel, mert ez az adrenalint és a közönség olyan egyszerűen annyira víz minket, hogy, hogy ezt a fájdalmat nem nagyon éreztem utána vagy nem akartál a tudomást venni, nem? Igen. Tehát ez is benne lehet, hogy akkor az ember teljesíteni akar, ráadásul az ember készül egy, egy megméretetésre, nyilván akkor vagy a toppon, amikor éppen játszol, és azt nehéz elfogadni, hogy, hogy annak így hirtelen akkor vége szakad, nem? Igen, pontosan. Azért is edzettem vele még utána, mert egyszerűen nem akartam elfogadni, hogy ez valami komolyabb lehet. És nálunk szerintem a sportoknál ez van a fejünkben, hogy, hogy fáj, de, de tényleg fáj. Nagyon sokszor megkérdeztem saját magamat, hogy tényleg fáj annyira, hogy nem tudok ezzel edzeni, vagy, vagy, most épp gyenge vagyok azért, mert, mert azt mondom, hogy, hogy fáj. De alapvetően a sportolóknál mennyire jellemző a, a, az állandó fájdalom? mennyire van jelen a fájdalom, mint olyan? Tehát, hogy ezt hozzá egy idő után, vagy, vagy alapvetően a fájdalom az nem annyira, akkut, mint ahogy mondjuk én gondolom. Szerintem hozzá lehet szokni. Biztosan hozzá vagyunk szokva. nekem a klub edzőm szokott mondani az, hogy 90%-ban valami bajod van, vagy edzésen, vagy a meccsen, hogy nagyon kevés olyan meccsed lesz, amikor nem lesz bajod, vagy mentálisan, vagy fizikálisan. Egyszerűen vagy, vagy izomláz, vagy valami fáj, vagy, vagy tényleg valami mentális bajod van. Szóval ezen túl kell lépni, és, és, szerintem mi nagyon hamar megtanuljuk, hogy hogy kell kezelni a fájdalmat. Meg akkor a fájdalom küszöbb is magasabban van, mint egy, mint egy nem ilyen sportoló átlagembernek, tehát hogy valószínűleg a, a, a kisebb fájdalmat észre se veszed, csak akkor a nagyobb az, ami, ami belenyilallik. Lehet, Uh -huh. Ez olyan helyzet, mint amikor valaki viagrával hoppon marad, nem? Tehát, hogy elkészültél egy, egy jó kis, jó kis megvéretetésre, aztán tulajdonképpen hoppon, hoppon maradsz. Hogyan lehet ezt feldolgozni mentálisan? Tehát, hogy mihez kezdtél, amikor kiderült, hogy meg kell műteni a, a, a váladat, és nem játszhatsz, nem is edzhetsz, tulajdonképpen hat hónapig, ugye, annyi ennek az egésznek a rehabilitációja. Mi játszódott le benned? Uh nagyon nehéz volt így feldolgozni. Hál' Istennek olyan barátköröm van, és, a, és, vannak olyan szakemberek körülöttem, például a pszichológusom vagy az edzők, akik nagyon sokat segítették, és mivel már eldöntött, vagy eldőtt, hogy, hogy lesz műtétem, volt még egy hónapom, olyan pre, pre vagy, vagy műtét előtti időszak. Igen, nem, is pihenget, és pont az, hogy edzenem nem kell. volt egy ilyen külön edzés, ami a műtét előtti időszakra kellett. Igen, igen pont az, hogy, hogy építeni kellett még magamat, hogy minél jobb formában legyek műtét előtt, hogy annál könnyebb legyen műtét után vissza. De gondolom nem volt váledzésed. edzésed. amúgy ez is benne volt, mert mivel valahogy hozzá voltam szokva, hogy ezzel edzettem már egybe előtt is. Nyilván nem úszni nem nagyon tudtam, mert nekem ez volt a bajom, hogy folyamatosan kiugrott a helyéről. Szóval ez nem nagyon ment, de kondifutás ez, ment. Az nagyon nehéz volt így uh, ezzel edzeni, hogy tudom, hogy semminek igazából, semminek nem készülök, egy műtétre készülök, miután is nulláról fogok kezdeni újra. És uh, Ja, tehát nagyon bíztam benne, hogy én műtét előtt nem tudtam, hogy milyen műtét lesz, mennyi kihagyás lesz pontosan. Akkor mennyire súlyos, gondolom, az is benne Igen. volt a pakliban, hogy tudsz-e egyáltalán sportolni kö ezt követően, nem? Igen. Mi azt beszéltünk az orvosokkal, hogy ki fogják nyitni engem, és megnéznek, hogy mi minden kell csinálni, és mit tehetnek, és uh, igazából amikor felkeltem, nem tudtam még, hogy, hogy mizu. Tudtam, hogy azt gondolják, hogy akkor súlyosabb lesz, de de nem tudtam pontosan, hogy mit fognak de akkor csinálni. Akkor úgy, úgy feküdtél be a műtőasztalra, hogy nem is tudtad, hogy itt a sportolói karriered hogyan fog folytatódni. Lehet, hogy itt az egésznek redőny le? Igen. Az kemény. Igen, az nagyon félelmetes volt, és uh, emlékszem, hogy áltató előtt még csak azt mondtam az orvosnak, mert amúgy az orvos, aki engem műtötte, a válogatotton nálunk a csapadorvos, szóval nagyon jó viszonyban vagyunk, és emlékszem, hogy az áltatás alatt még mondtam neki, hogy tök mindegy, hogy mit csináljunk, csak lehet, lehessen még vízilabdázni vele. <laughs> szóval ez volt az utolsó az áltatás előtti mondatom. És ezek után hogyan fogsz bunyózni a vízben? <laughs> ne ragudj, tehát, hogy ilyen, ilyen, tapasztalat után, hogy ennyire, nem tudom, egy, egy ö, pengélen táncolt a karriered, meggondolod, hogy miben mész bele? Milyen balhéba? Nem. Vagy, vagy ott nem is tudsz milyen legelni, hanem, hogyha már jön, akkor vissza. én amúgy olyan extázisba exterzis, szoktam kerülni a meccsen, hogy ez, ez biztos, nem lesz a fejembe. Lehet, hogy valami félelem lesz a kezdésekre, de azon már most dolgozok a gyógytornásszal, hogy az ne legyen. És én bízok abba, hogy mivel négy horgonyt kaptam a vállamba, szűkítették a labrumomat, hogy már annyi, annyira stabil lesz, hogy már soha többet nem lesz vele bajom. Acélkar. <laughs> Acélvál. <laughs> okay, figyelj, lesz. most így a, a bunyonál maradva ez a kérdések későbbi lett volna, de most akkor felteszem itt, ugye te 191 cm magas vagy, tehát hogy nálam is magasabb, ami az eléggé ritka a tapasztalatom szerint, én is így néztem fel milyen, milyen érzéseket kell teszned az ellenségbe ellenség ellenfélben? Megijednek tőled, hogy, hogy huha, lehet hogy, lehet, hogy erősebb nálam vagy, vagy nagyobb darab nálam, vagy, vagy, vagy alapvetően a magasságod a vízilabdánál mennyit számít? Gondolom nem ér le a lábad a jár aljára, meg ilyesmi. Nem. A, ezt mindig kérdeznek tőlem, nem, nem ér le a lábam. És ha, ha igen, akkor, akkor se teszem le, mert sokkal lassabb az ember, hogyha vízszintesen el, függőlegesen. Függőlegesen, igen. igen. Vízszintesen hátulszol. <hállt> <hállt> és a, nem tudom, hogy félnek el tőlem, mert oké, okay, hogy magas vagyok, de ha megnézed a többi a, a csapatod, ott, ott sincsenek kis darabok mondjuk az én posztomon. A centeregesebbekkel általában mindig nagyobbak, vagy minél erősebbek, vagy vagy nagyobbak, annál jobb. Uh, viszont, hát nem tudom, ezt tőlük, tőlük kell kérdezni. És uh, a magasságom amúgy szerintem nagyon nagy uh, előny a vízbe. Hosszabb a karjaim, szóval jobban tudok blokkolni. Talán azért is vagyok gyors, mert, mert hosszúak a karjaim, és jó a technikám. <gül> <és> <gül> de, de, szerintem azért is vagyok, ahol vagyok, azért, mert olyan magas vagyok. Főleg azt gondolnám, hogy a magas ember nagyobb felület és nagyobb ellenállás a vízben, tehát hogy lassít a magasság, de ezek szerint nem. Nem. Nem? Nem. Jó. Akkor lehet, hogy visszatérek úszni én is. Gyerekkoromban úsztam egyébként. De nem szerettem nagyon, de mindegy. Most, hogy így kibeszéltük ezeket a kérdéseket, térjünk vissza a gyerekkorot Ez <laughs> <Az> egy <laughs> nagy ugrással az induláshoz. Ugye te szlovák vagy tulajdonképpen eredetileg, ugye most már azóta van magyar állampolgárságod is, erről is megbeszélünk egy kicsit, de hogy egy szlovák gyermek, lány, 16 évesen került ugye Magyarországra, hogyan kerül Magyarországra? Tehát, hogy miért pont Magyarország, miért, miért vált el a szüleittől, a testvéreittől, a barátaittól? Gondolom azért az nagyon nehéz döntés volt 16 évesen. A döntés nem is volt ennyire nehéz, mert tudtam, hogy ezt akarom csinálni. Talán ezt a, ezt a folyamat ami utána jött, az, az volt a nehezebb. Én úgy kerültem a szentesre, hogy ott voltunk egy edzőtábor, edzőtáborban, igen, egy tábor volt Szentesen, a szlovák válogatottal, és szlovák válogatott, játszott ott valami tornát, és engem Szentesen megfigyelték, hogy akkor ó, nagyon jó az adottságaim. Kisz, és kiszúrtak és, maguknak a magyarok is? Igen, kiszúrtak meg és akkor megkérdezték, hogy nem akarom -e játszani Szentesen. És uh, én. Uh, abba voltam, hogy miért, miért nem. Én mindig is akartam menni külföldre, és megnézni, hogy hogy milyen vagyok külföldön, és egy egy uh, új uh, tapasztalat, tapasztalat, egy új lehetőség fejlődni, miért, mert én azt gondolom, hogy akkor fejlődik az ember, hogyha nem, nincsen a komfortzónájában. És nekem az teljes, teljes kikerülés volt a kor, korfon, komfortzónám volt, szóval én, én nagyon-nagyon örültem nagyon annak a lehetőségnek, és, és uh, nekem szentes, amúgy nagyon tetszett, mint a város, mert mert olyan családi hangulat, mint mint a Pöstjén, ahol születtem. Szóval nekem az nagyon hasonlított. Uh, ne, nem volt bennem kérdés, hogy ki akarok-e próbálni, vagy sem. Mm, Azt, hogy te sportoló leszel, az neked egyértelmű volt már gyerekkorodban is, vagy pedig volt valamiféle más karrierállam, amit így dédelgettél, akár a magasságod miatt modellkedés például, vagy ilyesmi? A uh, próbálták keresni a modell, model, uh, mi is az? Ügynökségek. Igen, és de nekem vele, vele hogy ez, ez nem, nem, az én területem, én nem azért szeretnék valamit elérni, mert, mert így születtem, mert, mert, magas vagyok, vagy, vagy szép, vagy, vagy ilyesmi, ami nagy, nagyon tisztelm a modelleket, mert szerintem nagyon nehéz szakma, de egyszerűen nem az, nem az én területem. És az, hogy sportoló leszek, az, az nem tudtam, az vele, hogy így, ahogy minél többet csináltam, annál jobban szerettem, és annál tisztább volt, hogy én sportoló akarok lenni. Ugye a szüleid sportoltak, de aztán nem ilyen sportolók voltak, ugye? Tehát, hogy így hobbi szinten sportoltak, nem? Igen. Um, Nyilván kellett az ő hozzáállások is ahhoz, hogy te már tizenévesen, a tízes évéd elején kosárlabdáz, utána elkezdj vízilabdázni, és utána 16 évesen elengedjenek Magyarországra, úgyhogy egy szót nem beszéltél magyarul konkrétan, tehát, hogy itt tanultad meg a nyelvet. Most lehet hallani, milyen tisztán beszélsz, és Én ugye ez, ez, hat éve történt tulajdonképpen, tehát, hogy nem tizen évek lezajlás alatt, hanem hat éve. Meg hát engedték azt is, hogy a magyar állampolgárságot felvedd. Nem volt se a visszatartó erő a részükről, hogy kislányom, féltünk nagyon, ne menj el, vagy akkor, hogyha már elmész, akkor naponta háromszor telefonálj haza, hogy mi van veled, nem tudom, nézzük a telefonodon, hogy merre jársz a, a hely meghatározó applikáció segítségével. Mennyire könnyen engedtek el? Uh, inkább az anyukámnak volt ez nehéz, viszont szerintem sose hívtak ők engem, ahogy mondod, én mindig Tényleg? én hívtam őket, igen. Én uh, egyszerűen annyira szabad, szabad kezet adták nekem, csinálja azt, amit akarsz, hibázni lehet, mindig, mindig uh, jöhetsz haza, az, az mindig tudtam, hogy bármi baj van, én visszajöhetek kérdés nélkül. Viszont, viszont elengedték, hogy csináljam azt, amit én szeretném. És, és, én azért nagyon hálás vagyok, hogy ezt megtehettem, és, és, tényleg semmi, semmi kérdés nem volt, mert akkor is, amikor eldöntöttem, igazából én döntöttem el 16 évesen, hogy, hogy én magyar leszek, akkor se volt, volt egy, egy rossz se oldalukról, szóval nagyon-nagyon támogatták, és nagyon szabad kezdett hagytak. Hol laktál egyáltalán, vagy, vagy hova költöztél? Volt egy albérlet, amit kivettek neked, vagy, vagy a csapat adott egy, nem tudom én, egy ilyen vízilabdás kollégiumban helyett egy szobát, vagy egy ágyat, vagy, vagy mi volt ennek a megoldása? Szentesen a, vannak egy, vagy egy kis faházak az úszoda mellett, és a, igazából ott a, a Kertében, ott a területen vannak. Uh, szóval én, én ott láttam, én a, a Szentestől ezt a, ezt a kis faházat kaptam, ahol igazából csak egy, egy, egy szoba de volt. Volt benne WC, meg ilyen? Igen, WC. Okay. És vízben volt vezetve, meg a fűtés. WC, víz és fűtés volt, amúgy ennyi. <laughs> és egy kis ágy. Uh, nem, nem voltak tökéletes, az, az egyértelműen, de, de tudtam, hogy ki kell bírni, és hogy ez, ez csak egy kezdés volt nekem. Uh, amire most így visszanézve nagyon büszke vagyok, mert tényleg nulláról kezdtem az egészet, és uh, most azért nagyon boldog vagyok, hogy hova, hova is uh, tudtam menni, vagy elé, mit tudtam elérni. Hát még mi van még előtted, de majd erről is beszélgetünk a, a későbbiekben, de még az érdekel engem, hogy egy 16 éves gyerek hogyan tud ennyire, ennyire eltökélt lenni. És azért, ahogy így olvastam, voltak olyan pillanatok, amikor nem voltál azért annyira magabiztosabban, hogy ez a te jó utad. Egy sztorit olvastam arról, hogy, hogy magányosnak érezted magad, úgy érezted, hogy téged senki nem szeret itt, és akkor hívtad is anyukádat, hogy, hogy, hogy nagyon nem jó neked itt, nagyon, nagyon nem, nem, nem ez a te világod, és ő akkor nem azt tette, amire te számítottál. Mire számítottál, és mi történt a, a valóságban? Igen, az uh, szerintem nagyon-nagyon fontos pillanat volt az egész uh, sportkarrieremnek, mert hívtam az anyukámat, hogy... Uh, már nem szeretnék itt lenni, senki nem szeret, elfáradtam, nem is megy a játék, és én azt vártam tőle, hogy most sajnáltatni fogja, és azt fogja mondani, hogy nem, hogy mindenki szeret, mindenki men, és nem tette meg. hanem. Nem azt, hazudott. Nem hazudott. Nem, nem <síns> <síns> hanem azt mondta, hogy hogy jó akkor, hogyha nem jó neked, akkor gyere haza. És én akkor valahogy ez, ez így teljesen más szempontból látom az egészet, hogy basszus, tényleg senki más nem akar, hogy ott legyek, csak én magam, saját magam miatt csinálom az egészet, és csak azért csinálom, mert szeretem és akarok. És azóta már valahogy így sose panaszkodtam neki senkinek, hogy, hogy nem akarok ott lenni, mert ha nem akarok ott lenni, akkor nem lennék ott. Senki, senki, nem tartja ott, és, és sokkal másabb az egész, hogyha minden nap így kezd fel, hogy, hogy igen, azért csinálom, mert akarom, és azért, mert, 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 mert szeretem, és nem azért, mert most muszáj menni edzésre, hanem azért, mert akarok edzeni. De tényleg ennyire ellenségesek voltak feled? Tehát, hogy nem fogadtak be a, a magyar kortársaid, vagy a, nem tudom, hogy a Suliba egyébként rendes középiskolába jártál, vagy pedig magántanárhoz jártál? Én a sulit a Szlovákiában végeztem. Uh, így uh, ugye csak uh, vizsgák, vizsgákra jártam, amúgy online sulim volt. magántanuló szerűen magántanulószerűen? Uh, igen, valami ilyesmi, ami matek nagyon-nagyon érdekes amúgy így magántanulóként. Uh, Azóta de... kedvenced látom rajted, igen. igen. Uh, de uh, amúgy a csapattársaim nagyon kedvesek voltak velem. Nyilván edzéseken nem volt valami nem, nem próbálkozták velem elmenni bulizni, vagy a kezdéseknél. Ugye nem, nem ismertünk egymást, ami, ami teljesen értető. De szerintem a kezdéseknél az is kicsit... Azért volt jobb, mert nem vették engem komolyan, mint konkurenciót. Akkor Lenéztek? Még... Én... Igen. Én... Én szépen mondva, igen. És nek feltöltöm, de ebben a kis izé, lenézett állapotban, igen. Igen. Uh, szóval kedvesek voltak velem, csak nem nagyon, nem sok mindenki beszélt uh, magyarul, mert én ifi csapatban nem tudom, hogy nem beszéltek, vagy nem mertek de, de egy, egy, ember volt körülbelül, aki beszélt velem, a felnőtt csapatban csak csapat csapatkapitány igazából. Szóval hmm. tényleg nagyon, nagyon, nehezen tudtam velük kommunikálni már csak az angol miatt. És az edző milyen nyelven beszélt veletek? Um, az első éve, évenben sehogy, <laughs> ez csak Te fordítottak a lányok, azt fordítottak hogy a lányok igazából, ah. és, és rajtam volt, hogy meg kell tanulnom a, az ala, legalább az alap szavakat hogy értsem, hogy mi is történik. Mi minden? volt az első szó, amit megtanultál, vagy káromkodás? Gondoltam. A bazd meg, fogadjunk, igen. Nem mondom el, hogy micsoda. De amúgy nyilván az első a szia, meg sziasztok volt. De, de igen. Azt az ért a kurva nyád, igen. A... Nem akartam kimondani, de igen. Tényleg? Fél, ja. ennyi számolták neked, ne arra úgy, hogy így meg, meg egy <laughs> az... úgy Amúgy mert tudjuk valahogy a, a magyar kárunkodásokat is, meg az meg is megy, uh, de, de az első olyan tényleg, hogy nem, nem a ez tényleg volt, mert nagyon sokszor használtak az öltözőből, és nem tudtam, hogy mit jelent. És pont a kurványára. <laughs> <is. gül> okay. És, is. Ezek a, a szentesi lányok, tudod. <laughs> ami <gül> nagyon <gül> érdekes, hogy szerintem én három hónapig ott voltam, és nem tudtam, hogy mit jelent a, a keresztnevem. Tényleg? Mert ugye a ribbon nagyon jó. szórakoztak a helyettem. Igen, hátam. Ezzel szórakoztak, én nem tudtam, hogy miről beszélnek, mert, mert az még sose hallottam ezt a, a, a káromkodást, és ez a tényleg három, három vagy négy hónap után kiderült, hogy hogy amúgy miért is röhögnek. nem úgy csófolodnak a de kedvesek. <gül> <gül> ja, mondod, <kösz. gül> Eket a barátkozás az könnyen ment, vagy pedig, vagy pedig ez is azért akadályogújt között itt a, a magyar honban? Mm, szerintem könnyen, mert én, én nagyon nyitott embernek gondolom magam, és... Uh magamat, és uh, szerintem az, az könnyen ment uh, akkor is, hogyha például a legjobb barátnőm a szentesen az, az Lekrinsky Gina volt, és ő egy szó se tudott angolul igazából, de, de nagyon jól együtt. <laughs> hát buliban mindig mindegy, de igazából akkor, mindegy, hogy akkor mi mindenki beszélsz, mindenkit beszélsz. Igen, <laughs> igen hogy be, hogyha ott a jó, jó, jó hangulat van. Uh, mennyire voltak veled ellenségesek a tekintetben, hogy te szlovák származásuként a magyar válogatott közelébe kerültél, és tulajdonképpen lehet, hogy egy magyar lány elől el a, a helyet. Vagy inkább benned alkozott -e ez kétségeket? De igen, volt bennem egy, egy, kis megfelelési kényszer, vagy nem, nem kis, hanem szerintem még olimpia után is azt éreztem, hogy, hogy nem, nem, igazságos az, hogy én vagyok ott, mert nem mutatok semmi extrát, vagy, vagy nem vagyok jobb a többieknél, a magyar lányoknál, és szerintem pont azért is mindig akartam ezt a az extrát mutatni, és ezt a több munkát is voltam, vagy szívesen megtettem, mert tudtam, hogy azért sokkal jobb kell lennem a magyar lányoknál, már csak azért is, mert, mert az, az, az állampolgás, állampolgás, állampolgárság, igen. kellett felvennem, igen. Uh, szóval, szóval, igen, ez, a, ez a, az egész szerintem saját fejembe volt inkább, mint, mint, a többiektől tapasztaltam meg, de, de most a vb a 2022-ben végre azt éreztem, hogy, hogy tényleg itt a helyem, és, és megérdemeltem itt lenni. De hogy maga azt hogy a magyar nyelvet megtanultad, és tök jól beszélsz, annak ellenére, hogy látom rajtad, hogy zavar, hogyha belebakizol a, a szavakba, de hogy ez szerintem tökre benne van a pakliban, hát én is szoktam belebakizni szavakba, pedig <laughs> magyarnak születtem. Uh, és az, hogy felvedd az állampolgárságot, ez is belső kényszer volt, vagy az állampolgárságra szükség volt ahhoz, hogy látod? Tehát az állampolgárságra szükség volt ahhoz, hogy uh, tudja a válogatottban játszani. A szükséges volt, egyértelműen meg kellett uh, tennem ezt a lépést, viszont uh, nem, nem volt kérdés nálam uh, nagyon. Nagyon örültem, amikor ezt a, ezt a lehetőség ö, ö, megjelent, és ö, mondjuk, hogyha hát lenne is lehetőségem most visszavenni a szlovák ellenporgásomat, akkor ö, nem nem tennék. Ez most nem kettős állampolgárság? Nem, nem. Nekem le kellett mondanom a szlovákról ahhoz, hogy, hogy lehessek magyar, mert ez volt a szabály. Viszont vissza lehet szereznem a szlovák állampolgárságomat. Nagyon könnyen, mivel ott születtem, és ott, ott az egész fíjsel, családom. És az ottani média mit szólt ehhez, hogy te, te a magyar válogatottért letetted a szlovák állampolgárságot? Mert én nem, nem vagyok ebben tapasztalt, nem nagyon tapasztaltam ezt a fajta ö, ellenségeskedés, de azért hallom, hogy például a, a szlovákiai magyarok is küzdenek azzal az ellentéttel, ami a szlovákok és a magyarok között fennáll. Nem kaptál ezért a fejedre ö, ütéseket a médiától? Um... Nálunk amúgy a vízilabda de nem nagy sporták, szóval nagyon kevesen ismernek a vízilabdát, nagyon kevesen ismertek engem, szóval én ott csak ezektől kaptam, akit, akikkel... Ugye csapatban voltam igazából, szóval csak a csapattársaimtól vagy a saját edzőmtől kaptam így, így rossz uh, visszajelzést. Uh, egy, egy, egyszer médiában azt mondták, uh, hogy miattam nem került ki Szlovákia az olimpiára, mert ha én Szlovákiába maradok, akkor, akkor az egész szlovák csapatot tudnék venni, vinni az olimpiára, ami szerintem teljes hülye. Te, te, Túlaznak. Na, nagyon nagy hülyeség, mert én amikor Szlovákiában voltam, én sem tudtam mi az ön bizalmat? ne haragudj! De, de én tudtam, de tudom, hogy én... Hát jó, de most már tudsz elég de... jól. Tehát hogy lehet, hogy mostanra értik, hogyha azzal a tudással visszamennél, hát azzal, okay. és kiugranál a magyar színekből, és visszaveddél a szülőhazádba, akkor ott az egész csapatot felvirágoztathatnád. Nem, nem, köszönöm. Nem? Én Szlovákiában nagyon nem éreztem magam jól. Ja, nem, nem küldelek vissza nyugi. Nem, nem, nem én... azt mondom, csak arra, hogy mire gondolat a költő, amikor azt mondja, hogy az egész csapatot vinné a hátadon. Lehet, lehet de tényleg én, én nagyon nem éreztem magam jól a szlovákiával, a szlovák csapatban. Se, se a klubomban, se a válogatotton, szóval én melekültem onnan, és tényleg nagyon örültem, hogy itt teljesen más a szitó, és imádok itt lenni. És uh, tényleg szerintem én nulláról kezdtem az egészet itt, itt uh, Magyarországon arra emlékszem, hogy, hogy még edzés előtt mentem a serdülő csapatban, 16 évesen gyerek, gyerek csapatban egy, egy nagyon szíves edzővel passzolni, mert nem tudtam passzolni, akkor tanítottak passzolni, meg lőni. És, és tudtam, hogy valószínűleg, hogy mennyi minden kell megtanultam, és mennyi plusz munkát kell megtennem, mert, mert, ezek a tíz évesek jobb technikával passzolnak, mint én. Te ezt nyilatkoztad valahol, hogy te nem tartod magad tehetségesnek. Egyáltalán nem. De egyáltalán nem. Szerintem én... De, ha visz... de ez nem ilyen álszerénység? Hát nem. nem? Nézd meg a videókat, amikor kezdtem én el Én nem értek vizelni. hozzá, hogyha én nézhetem, hogyha nekem mutogathatod mert semmit nem értek abból, hogy az most jó vagy nem jó. Nagyon-nagyon könnyen meg lehet nézni, hogy hogy, hogy mozogtam a vízbe, mondjuk öt évvel ezelőtt, és szerintem nagyon nem vagyok tehetséges, és tehát nincs, nincs, olyan csuklóm, ahol látom a lányokat, hogy, hogy csak, csak, oda gondolják, hogy menjen a labda, és oda megy. Én egyáltalán nem, nem így ezzel születtem, vagy, vagy nincs hozzáérzékem, én nekem me, meg kell tanulnom mindent alapból. És még ekkor se gondolkoztál a vízi baletton, látod? <laughs> hát <látom, gül> arra felé kéne menni, vízi balettozni. <laughs> <Viziballettozni. gül> Jó. Oké, okay, de hogyha, nincs, hogyha, azt mondod, hogy nem vagy tehetséges, akkor ez csak a szorgalom, meg a kitartás, vagy a, vagy, a, vagy a, nagyon összpontosított meló, hogy akkor minél inkább jobbá váljál? Igen. ez szerintem egyáltalán ez a munka, és az, hogy munka, nem hogy munkamániás, hanem, hanem mániás. Annyira imádom az egészet, és annyira szeretem, hogy, hogy tényleg a, a szabadidőmét is rászállók, is szerintem ez nagyon fontos volt, hogy reálisan látom, mennyi mindent kell uh, megtennem ahhoz, hogy mondjuk én 2016-ba kerültem a Magyarországra, 17-be volt reális, hogy hogy magyar legyek, és uh, 20-ba -20 -20 volt már az olimpia, ami nekem nagy cél volt. És látom, hogy három év, jó, négy, négy lehet igazából, azért mert az olimpiát, de három év alatt Annyi mindent kell megtennem, hogy, hogy egyszerűen minden, mindenből le kellett mondanom, és nagyon szívesen megtettem, mert, mert valamiért nagyon bíztam benne, hogy, hogy lehetek valaki, vagy valami, a, ha, ha ele, ele, eleget akarok, vagy eleget megteszem. Uh -huh. hogy a, a, nekem szerencsére az első, el, első edzőm, a Szentesen, két szó, Tanította meg magyarul, vagy három, az a kemény munka és az alázat. Uh -huh. És uh, mondta mindig, hogy ha a kemény munka és az alázat megvan, akkor bármit elérhetek. Nagyon-nagyon sok kérdésem van most ezzel kapcsolatban, de mond, 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 mondanám az én ilyen értetlenségemet, miközben egyébként én is hasonló típus vagyok, mint te. Tehát, hogy én is úgy vagyok vele, hogyha valamiért megdolgozom, akkor az virágozzék ki. Hát megdolgoztam érte, nem? Tehát, hogy engem az zavar, hogyha valamiért megdolgozom, és utána hoppon maradok. Volt ilyen az én életemben is, és most tulajdonképpen veled is valami ilyesmi történt ezzel a, ezzel a, a válsérüléssel. Na de én olyan gimibe jártam, ahol volt sporttagozat, nekem a Csellaci egyébként évfolyamtársam volt a gimnáziumban. Csak azért, hogy már átköltem a kérdéseket, azért bollogat, Lelkesen volt tudom. tudom oké. Okay. És, és ugye engem mindig megdöbbentett az, hogy annyira fiatalon, mennyire fiatalok mi voltunk. Én színész drámatagozatra, nem látszik rajtam, drámatagozatra jártam, és ez egy kicsit ilyen bohéma, bulizósabb, beülősebb, szétcsúszósabb pagás volt. Az élsportoli osztály viszont, viszont nagyon katonás rendben reggel már elment edzeni, délután megint edzett, és uh, buli nuku, cigi nuku, pia nuku, egy ilyen szemellenzősen a céljaik felé haladó uh, fiatalok voltak. Mennyire nehéz egyébként lemondani 16 évesen a buliról, a, a rosszalkodásról le kell lemondani egyébként, vagy stikában azért lehet uh, csinálni ezeket a kis huncutságokat, és, uh, és egyáltalán mennyire mennyire kell összeszedetnek lenni ahhoz, hogy ezt végig tud csinálni napról napra, és ne unjál bele a taposómalomba. A, én hál' Istennek a 16 vagy 17 éves koromig nagyon kibuliztam magam. Szóval én amikor Szlovákiában még edzettem, nekem három edzésem volt hetente, és a hétvégén mindig buliztam, és Akkor kitomboltad magad? Igen, igen. Én azt érzem, hogy annak köszönhetően tudtam annyira belecsapni a munkába, mert ha kérdezték tőlem egyszer, hogy, hogy hol lennék, hogyha már serdülőkorom óta itt lennék Magyarországon, és tudnék többet fejlődni, lehet, hogy én nem bírnám ki. Mert egyszerűen én is azt látom, hogy mennyire tudatosak már a fiatalok nálunk, és én tudom, hogy olyan nem, nem voltam. És egyszerűen ki kellett próbálnom sok minden ahhoz, hogy tudjam, hogy mit is akarok. És uh, Uh, a, 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 annak is köszönhető, hogy három testem van, kettő, egy, egy bátyám és egy nővérem, nővérem öt éve f, uh, idősebb nálam, és vele jártam bolizni, szóval tényleg kiboliztam magam, amíg ide csak. Nem, de akkor ott volt felügyelet, vigyáztak rá, tehát hogy Igen. nem tudtál teljesen elszabadulni mint a hát, vadmusztánga. Hát, a nagyon, nagyon jó kapcsolatban vagyunk. <laughs> ja, hát akkor hallgatott mélyen a, a szituációkról, értem. Oké, okay. Szerintem egyébként a kitartás, mint olyan, azt fejleszthető valamilyen módszer, Ez a mentális kitartás, inkább arra gondolok, mert a fizikális, az ember azért így, így tolja, 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 mert tudja, hogy mennyi van még hátra, akkor még összeszedi az erejét, összeszorítja a fogait. De hogy a mentális kitartás az, hogy tényleg ezt, a, ezt a az ismétlődést, taposómalmot, hogy egyáltalán lássa, annak, annak milyen eredménye lesz, mikor lesz eredménye, lesz -e eredménye, hogy ezt, a, ezt a, a, a kétséget így mondjuk kizárd magadból. Biztos, mert szerintem nekem is, én is azért ebbe is sokat fejlődtem. Biztos, fejleszthető, mint szerintem az összes... Ez uh -huh. összes skill. Igen, összes skill lehet fejleszteni, szerintem. Ugye a, az edző egyik első szava, amit megtanított, az alázat volt. Egy edzőnek vissza lehet szólni? Nem. nem? Nagyon nem. Nagyon nem szabad vissza. De akkor se, hogyha neked van igazad? Az igazság azt mondja, az hogy neked... az edzőnek van az igaza. Ja. Bármi történik, mindig az edző az, ig Igaz mindig az edzőnek. De uh, nem, hi, nem hiába mondott nekem az alázatot az edzőm, mert látta bennem, hogy azért voltak hiányosságaim. Uh, nem biztos, hogy hogy nem volt az alázatom, viszont nagyon mást mutattam ki. Én nekem nagyon sokat kellett a, 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 dolgoznom azon, hogy tényleg legyek alázatos és a, alázatosan dolgoz, go, dolgozzak. Uh, de de tudom is, hogy azért is lett a sportpszichológusom például, mert... mert uh... <laughs> Feldolgoz az edző mit értem. <gül> <gül> uh, igen, nem, nem, nem volt könnyű velem dolgozni, mondjuk így. <laughs> <Ja, hogy> Ő <ők gül> újított meg valójában? Uh, hát amúgy uh, én, én meg az edzők. Uh, nekem a klubedzőm, vagy... Igen, nekem a klubedzőm azt mondta, hogy velem néha keményebb, mint a fiúkkal szokott lenni. Szóval én valahogy szerencsés vagyok. Én nagyon sok olyan edzőt tapasztaltam, akik tényleg kemények voltak, és, és tényleg csúnyán tudtak nekem szólni. Aha. Uh, viszont szerintem ez, ez engem mindig is motivál, szóval ez engem valahogy nem, nem zavart, elég kemény vagyok ez, és, és tudom, hogy azért néha megérdemlem vagy most már azért nem, de, de mondom a kezdéseknél, tényleg olyan árcokat tudtam vágni, hogy, hogy én is adnám egy pofont magamnak. Jó, de egy edző egyébként szerint működhet keménység nélkül. Tehát, hogyha te egyszer edző lennél, akkor te is egy ilyen kemény edzőként állnál oda, nem? Tehát, hogy nem lehet ezt puhán csinálni. Ezért, azért is kérdezem ezt, hogy ugye mostanában egyre többször merültek föl olyan vádak, főleg úszó edzőkkel kapcsolatban, hogy verbálisan bántalmazta a, az úszóját, akár fizikálisan bántalmazta az úszóját. Mennyi, mennyi fél szintet bele a, 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 keménységbe egy edző esetébe? A, amúgy így a csapatsportágoknál szerintem nagyon nehéz eltalálni, hogy kinek mit működik de szerintem egy jó edzőnek ismernie kell a játékosokat. És uh, például vannak olyan csapattársaim, akik akikhez egyszerűen meccsen belül nem, nem lehet így csúnyán szólni, vagy nem lehet kiabálni velük, mert elsírják magukat, vagy, vagy nem, fognak, nem fognak már ennyire jól teljesíteni. Összetöri őket Igen, mint például, amikor egyszerűen csak, csak, szépen szól neki, hogy ezt ne csinálj, csinálj így, vagy, vagy nem szól egyáltalán hozzájuk. Velem lehet kiabálni. Nekem én, Egyszerűen néha hát kell is velem kell bánni ahhoz, használnia, hogy észrevegyem. Lehet, azt a magyar káromkodástudásodat. Ám <laughs> ah, úgy lehet, hogy van. Egyszerűen azért, mert nem az anyanyelvem, az valahogy nem nem veszem komolyan ezt a magyar ja. káromkodást. Viszont volt szlovák edzőm is, szentesen nem úgy szlovák edzőm volt, vagy, vagy szlovák, félig szlovák, félig magyar, szóval szlovákul beszélt velem, és nagyon élvezte, hogy senki nem érti csak én. <laughs> akkor, akkor ment a káromkodás. <laughs> <laughs> Oké, okay. de hogyha még az edző a csapat szerint igazságtalanul szól egy másik, vagy az egyik, egyik, versenyzőhöz, akkor se álltok ki egy másért? Tehát nem mondjátok azt, hogy ez durva volt edzőbe? Nem, nem, tényleg az edzőnek nem. Hál' Istennek nem volt olyan edzőm, akinek vissza, kéne vol, vissza kellett volna szólni. Szóval én nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy, hogy tényleg olyan profi edzőim vannak, hogy, hogy mondjuk, hogy keményen szóltak, de sose volt határon túl és uh, viszont a lányok max azt mondjuk egymás, másnak hogy, hogy nyug jó lesz, vagy, vagy bíztatjuk egymást, de, de visszaedzőnek sose szoktunk visszaszólni. De hogyha mondjuk te úgy érzed, hogy az edző túlhúzta a hurt, akkor te tudsz valakihez fordulni és szólni, hogy, hogy szerinted igazságtalanságért, szerinted túl durva szavak értek? Um, nem tapasztaltam még olyat, de ha lenne olyan, akkor biztos a csapatkapitányhoz fordulnék. Igen. vagy mindig nekem tényleg szerencsésnek gondolom magam, mert a csapaton belül van néhány nagyon-nagyon jó szoros barátságom, szóval van, van, hova fordulni. Egy másik téma, ami, amit sajnos érintenünk kell, mert ha kiadjuk, akkor az álságos lenne. Az úszósportban Elég gyakori uh, jelenség állítólag a szexuális visszaélés. Akár, akár, uh, akár egy uh, masszőr által például. Te tapasztaltál ilyet, vagy hallottál ilyet a, a, a vízipólós körből? Nem, egyáltalán. Soha nem, hál' Istennek, soha nem tapasztaltam olyat, és uh, így uh, vízilábdában nem is, nem is hallottam róla. Hál' Istennek. Hál' Istennek. Istenne. A balesettel kapcsolatban azt nyilatkoztat, hogy majd a javulás után új, új erővel fogsz visszatérni, és nagyon reméled, hogy az egyik távozó csapattárs után, Kesztei Nagy után, te lehetsz majd, aki vezéré lép elő a, a csapatban. Ez ilyen nekem túlságosan önbizalomteli kijelentés, de aztán lehet, hogy ez, ez, ez real, ez a, ez a kijelentés. Egy csapatsportban honnan kezdődik az önzőzés, mint olyan szerinted? Um, amúgy szerintem egyáltalán nem durva kijelentés, mert ez, uh, ez az elvárás tőlem. Ezt várják, Most, hogy... Igen, mert én vagyok a, le, a legtapasztaltabb igazából a, a, ebben a csapatban. Ahogy ja, a, a rangidős? A, a teség? A rangidős? Igen. Nagyon fiatal a csapatunk. Tényleg? Igen, én vagyok a legidősebb. 22 második, évesen? Második legidősebb, mert a Szücskebi a csapatkapitányunk, oké, tapasztaltabb, viszont ő már nem a... a most nem már válogatott, szóval ő már túlment ezen. Na, csak laikusként én ezt a, a vezérrel lépni elő, ez nekem így nem tudom, a, inkább a, a tehetségre, vagy, vagy, a, vagy a képességre utal, nem pedig a korra. Nem a korra, hanem inkább a tapasztalatot mondanám, és a, a igen, a tapasztalat is az, hogy mennyit veszel a, a hátadra, mennyit vállalott el, például. És uh, én nekem már ré, régóta ez volt a tervem, hogy akkor minél uh, többet játszok, annál, annál jobb legyen, a, vagy annál nagyobb teher tudjak vinni. És uh, szerintem most tényleg ez, a, ez az idő megjött, hogy hogy nekem kell megoldanom. Már nem lesz ott a hanem uh, elő kell lépni nekem. És alapvetően egy csapasportnál mennyire fontos az egyéni karriered építése. Tehát, hogy a, hogy te, mint Libánszka Nátasa, ismert legyél, elismert legyél, a te értéked növekedje, mint játékosé, és ö, mikor fontos a csapatérdek. Vagy ezt a kettőt nem is kell elválasztani egymástól, ez a kettő tud párhuzamosan működni. Szerintem csak párhuzamosan tud működni, mert én nem, nem tudom elképzelni, hogy hogy tudnám a karrieromat fejleszteni, ha nem nyerne a csapat. Én egyszerűen én, én csak a csapatot látok. Most beszélhetünk erről, hogy, hogy, hogy az én karrierem, meg mit tudom én, de, de egyszerűen én a vízbe vagyunk, és, és edz, edzünk, akkor csak azért edzünk, hogy a csapat sikeres legyen, és csak azért játszok, és csak azért mindenet, mindent megteszek azért, hogy csapat legyen sikeres, nem azért, hogy én legyek sikeres. Szóval nem, nem erről szól, hogy én, én most fogok öt gólt lőni, és akkor is jó, ha én öt gólt lövök, viszont kikapunk, de nem baj, én öt gólt lőttem. Nem, ez egyszerűen nem így működik. Én akkor is boldog vagyok, és vezér, vezérnek tartom magamat, hogyha jól védekeztem, nem egy, egy gólt se lőttem, viszont azt tettem meg a csapatomért, ami kellett ahhoz, hogy nyerjen. Szóval nekem mindig a csapat az első. Ezért nem erre gondoltam, hogy én csak én leszek most, hanem inkább az, hogy, hogy akkor a felelősséget vállalom, és, és azt fogom megtenni, ami, ami kell ahhoz, hogy nyerjen a csapat. De ez nem ha... a csapatkapitány feladata? Hát van csapatkapitány, és van, van vezér a vízben, ami lehet, hogy ugyanez az ember, és lehet, hogy... Amúgy a vezér, vezér nem csak egy van. A legjobb csapatokban mindig van egy, kettő, három, aki mindig valaki más jön elől, viszont nekem szerintem még nem sikerült annyira uh, előlépni, mint mint amennyire szerettem volna. Azért azért volt is ezt a, uh, kijelentés, hogy én most szeretnék vezér lenni, nem azt jelenti, hogy hogy senki más nem lehet, vagy senki más nem lesz. Uh -huh. Érted? Jó, értem. <laughs> okay. Figyelj, van egy nagyon fontos kérdésem. Majd ezt később teszem fel. <laughs> uh, mert az spiritó lesz. Uh, Fél, milyen egy felkészülés egyébként egy, egy, egy női vízilabda csapatnál, amikor össze vagytok zárva, rengetegen csajok, hogyan tudjátok elviselni egymást? El tudjátok-e viselni egymást, vagy pedig ott megy a, a rivalizálás, hajtépés, vagy országos barátnők vagytok valójában? A hajtépés nem volt. <síns> <síns> nem, amúgy... De azért <síns> egy jó kis bunyó, az befigyelt, igen. <síns> Szerintem amúgy rivalizálás van, de csak olyan szinten, hogy motiválunk egymást, és például én ságmagamtól hogy tudom, hogy motivál, hogyha látom, hogy valaki valamit jobb csinál. Engem ez irritál azért, azért is edzéseken. Nagyon utálnak azért, de, ne mindig versenyeznek. Mi, mindig versenyzek. Akkor is, ha úszunk, akkor mindig tudom, hogy, hogy, jobban, jobban akarok úszni, mint a mellettem lévő. Jobban, jobban akarok lőni, jobban akarok passzolni ha a köttelel, akkor nekem kell elő lenni, szóval én nagyon, ez a versenyszellem nagyon bennem van, és szerintem ezen a szinten a rivalizálás az, az nagyon egészséges, és nagyon jól tesz nekünk. Uh, viszont uh, mind a két csapatban, a klubban is, a válogatotton is, szerintem nagyon jó barátok is vagyunk, és nagyon jó csap, csapatszellem, ami nem tudom, hogy sikerült, szerintem nagyon nagyon nehéz uh, így összetartani a csapatot, akkor is, hogyha mondjuk... Uh, 17 emberes a keret, és tudjuk, hogy szőkíteni fog, fog, az egész. Uh, de, de szerint valahogy nagyon jó megoldjuk, és tudjuk, hogy nem. Csak én tudom, hogy csak saját magamtól függ, hogy benne leszek a csapatban, vagy nem. Nem attól függ, hogy ő hogy fog játszani, hanem hogy, hogy én teljesítek. Szóval azért nem, nem sose hibáztattam valaki más, hogyha épp nem voltam benne a csapatban. És uh, ja. Jó, jó vagyunk. az érdekel, hogy ilyen vízibúnyókat rendeztek egymás között, hogy gyakoroljatok az ellenféllel szembeni vízibúnyóra. Fú, amúgy, hogy hát így visszagondolom, azért nagyon durvák tudnák lenni így két kapu egymás ellen, egymás, uh -huh. mert szoktunk egymás ellen gyakorolni, uh -huh. és azért, hogyha felkészülés közepén vagyunk, mindenki hullafárad, és mindenki azért már azért is kicsit jobban erőből játszik, mert, mert annyira hullafáradtak hula vagyunk, azért szoktak gúnyok lenni. Ez az, igen. Ez nagyon kemény sport akkor. Hát, nagyon kemény sport akkor. Igen. Sajnos, vagy hál' Istennek. Neked igen. volt ebből más problémád a váladon kívül? Akár ilyen, nem tudom, nagyobb zúzódás, vagy, 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 vagy repedéstörés? Nem, hál' Istennek nem volt, és új törés Max, de az szerintem labda, labdával volt, de, de hál' Istennek semmi, semmi, más komoly nem volt. Tehát te is provokálsz hét vagy inkább csak válaszolsz, hogyha téged provokálnak? Hm. Én azért uh, -kemény vagyok vízben, sose a szándékosan nem bántottam senki, hogy mindig csak a pozíciómért küzdök. Nem, nem szoktam csak így megverni valakit, vagy, vagy egy pofont húzni, meg csak azért, mert szeretném. viszont viszont elvileg keménynek számítok. de, de ez teljesen benne van szerintem. Itt hol van egyébként a sportszerűség határa ilyen esetben? Hogyha szándékos, akkor szerintem az, az az már too much volt az olimpián tapasztaltunk sajnos az olimpián olyat, hogy Holland, pont a Holland meccsen, akkor is a Bex, a csapattársam centerbe annyira megtérdelték, de annyira látszódott, hogy szándékos volt, hogy hárman ugrottak rá, hogy a neki a bordája megrepedett, vagy, vagy eltört, vagy valami ilyesmi, és azért nem is tudta annyira teljesíteni a, a továbbiakban, ami szerintem nagyon szomorú, mert egy olimpián vagyunk, ahogy csak a a sportünnepe. Ja? igen, Sportünnepe és, és, most el, el nem tudnám elképzelni, milyen lehetett a, a, a backsnag, amikor az élettél leg, legfontosabb meccsek vannak, és meg van repedve a, a bordát már csak azért, mert, mert, mert túl jó vagy, és nem, nem tudnak, hogy, hogy, hogyan kezelni, akkor csak, csak meg, megpróbálunk megsérülni. Ez, ez nekem nagyon szomorú volt és figyelj, most akkor felteszem a kérdést, az előbb fel akartam tenni. Mi az álláspontod a meccsek előtti szexszel? <gül> <gül> Mert azt láttam, hogy van, aki azt mondja, hogy jót tesz, aki azt mondja, hogy nem tesz jót. <gül> 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 Hogyha nem akarsz, akkor ne válaszolj rá. <laughs> nem, nem tudom, mi a kérdés, hogy most jó teszel, vagy, vagy jó nem tesz, -e, tesz, tesz vagy, Hogy kimerít, és akkor le, le lemeríti az akkumulátorokat, vagy esetleg pont feltölti az akkumulátorokat. Ámúgy a, szerint, a, azt hiszem, hogy az, 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 az olimpiai faluban az az be is volt tiltva, vagy, vagy valami ilyesmi. Igen, le is is volt. Mert amúgy az olimpián mindig ez volt a, a szokás, hogy adnak is az offszerek a kis olimpiai karikákkal. Igen, és most nem is kaptunk. Tényleg? Semmi nem volt. De nem, előbb nem találkozhattunk senki Jó, a Covid volt, és nem szabad egymásra érintkezni. Igen, szóval mindenki nagyon óvatos volt. De jót tesz, vagy nem tesz jót? Nem tudom. Nem próbáltam még. Nem. Semmit nem Én, próbáltam még. azt mondom, hogy a meccs utáni levezet. Az igazi. Oké, és oké. Figyelj, a magasságodról még beszélgessünk egy kicsit. Jó. Most, hogy izolálba osztalak. <laughs> 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 oké, okay, a 191 cm magas vagy, ez egy pontos szám, nyilván mérnek, mérnek folyamatosan. Mennyire nehezíti meg a. a, a nem tudom, hogy van-e párod, vagy nincs, a párkapcsolati kérdéskört a, a magasság. Tehát, hogy neked például fontos, hogy a, hogy a párod milyen magas? Um, nehéz, mert persze, hogy van, van amit preferálok, van, ez, ez nem, amúgy nem, nem a magasság lenne a fontos nekem, hanem Hát ne legyen már nekem nagyobb a hátom. <tos> <tos> de, de amúgy azt az mondom, de igazából mindig is a belső érdekel, és ha, ha valaki nagyon tetszik nekem, bels, valakinek a belső oldalára nagyon tetszik, és nagyon tetszik, hogy milyen, akkor te, teljesen mindegy, hogy hogy néz ki, hogy alacsonyabb-e vagy, vagy nem. És egyszerűen valamilyen szintén a, az is tetszik, ha valaki alacsonyabb, de annyira magabiztos, és annyira, annyira férfias, és annyira... A, o, olyan kisugárzása van, hogy hogy neki is mindegy, hogy hogy magasabb vagyok, akkor, akkor nekem is mindegy. Hát mondjuk, hogyha nem lenne mindegy, akkor csak kosarosokat ismerkedhetnél. Igen. <gül> <gül> igen. <gül> Nehéz lenne. Amúgy a vízláptázók magasak, meg a sportolók, meg most, mostanában azért uh, amikor még Szlovákiában éltem, és, és jobban civil, civil emberekkel találkoztam, akkor az jobban zavart is a magasságom, de Mostanában csak a sportolókkal találkozom, és teljesen normálisnak érzem magam. Mert mindenki magas. Hát igen. Tényleg? Igen. Az jó. És fél is nem is zavar, hogy az emberek mit gondolnak, hogyha mondjuk a palid alacsonyabb nálad? Nem. Tehát ezt elengedted? Ezt elengedtem. Hál' Istennek. Mert azért a, nagyon sokat kell azon dolgoznom, a meg a önbizalom ezeket a kérdések, hogy, hogy érdekel el, mit gondolnak a többiek, vagy, 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 sem, és valahogy ezen túl sikerült lépnem, és mert egyáltalán nem tud érdekelni, hogy mit gondolnak a többiek. De ez hogyan sikerült a, a pszichológussal? Sikerült ezeken túl lépned, vagy, vagy, ez egy saját felismerés volt, hogy el kell engedni a, a szomszédasszonynak a véleményét? Amúgy úgy szerintem az önbizalom kérdése azt is, hogy, hogy érdekel, hogy mit gondolnak a többiek. És uh, én nem az önbizalmat úgy látom, hogy én, mint, mint egy rendes kapcsolatot. Ugye a barátomat uh, nem, nem azért szeretsz, mert szép kék a szeme, hanem azért, mert mert valami, valami uh, tulajdonsága van, ami, ami tisztelsz. És... De a szép kék is lett ilyen tulajdonsága, ami ebben <laughs> Jó, de nem, nem azért fogsz elvárátkozni, meg beszélgetni minden napot. Hát én... azért fontos a külső, nem mondjuk, hogy nem fontos a külső, azért az egy fontos tőzé, uh, hozzáadott uh, erő, erény. <laughs> Lehet. De én, inkább arra, gondoltam, hogy uh, tanuljak meg uh, így viselkedni, hogy, hogy tehát tetszen saját magamnak a, viselkedésem, meg, csináljam azt, amit mondtam, hogy csinálni fogom, ami megígértem, azt az, megteszem, és, és kedves legyek saját magammal. És ha, egyszerűen ha tisztelni fogok saját magamat, mivel legyek kedves saját magamat. Például, elviszem saját magamat kávézni, vagy, nem, vagy ha hibázok, például a vízbe, ha már, ha már erről van szó, akkor, akkor ne, ne kerüljek be olyan rossz spirálba, hogy, hogy, most, mert szoktam, hogy most tényleg nem, nem, vagyok jó játékos, és azt se tudom megtenni, meg azt se tudom, hanem legyek egy, egy, jó barát saját magamnak, és, és nem lehet mindig Igen, nem, nem lehet mindig, lehet hibázni, emberek vagyunk, és ha valami jót csinálok, akkor meg próbáljon meg ezt is felismerni, hogy vasszus, az, ez tényleg jó volt. Sőt, én úgy működök, hogy engem a kudarc élmények löknek előre. És olvastam tőled is valami hasonló nyilatkozatot, hogy a pofonok visznek előre, hogy ö, szerintem a kudarcok azok kellenek pontosan azért, hogy felhúz rajta magad, és felszív rajta magad, és ö, be tud magadnak bizonyítani, hogy de igenis, én ezt meg tudom csinálni, én abban jó vagyok, arra alkalmas vagyok, képes vagyok. Igen, az mindig is, ez volt nekem igazából sajnos a legnagyobb motiváció mindig, amikor valami nem sikerült, vagy valami kudarc, vagy valami rossz tapasztalat, akkor valahogy mindig az sokkal nagyobb löketet tudott adni. Igen, csak sokan meg tudod, ilyenkor feladják. Tehát az első kudarc után elkeserednek, és azt mondják, hogy ez nekem nem működik, és hagyom az egészet a francba. De az, hogyha, hogyha az ember a kudarcot nem Eltántorításként kezeli, hanem valamiféle kihívásként, akkor ez szerintem hasznos és építő tud lenni. Biztos. mert, mert Már csak azért, mert mondta, mondtad, hogy fel akarják adni, én, én csak akkor is, hogy látom magamon, hogy valami nem sikerült, és, és már csak azért megcsinálom újra, meg újra, meg újra, mert nem szabad feladnom. Mert sos, sose adjuk fel. Figyelj, most ugye. A hat hónap kényszer pihenő még a továbbiakban ebből eltelt tehát azt hiszem, hogy egy hónapod, ugye? Tehát még öt. mihez mi kezdesz 5 hónap alatt? Ne um, Főleg ilyen felhúzott állapotban tudod a viagrás poénom, tudod? <gül> 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 uh, igen, most amúgy egy hónap teljes pihenő volt, ami majdnem megörültem, de viszont nagyon elvesztem, hogy otthon lehettem, mert, mert nem emlékszem, mikor voltam legutoljára annyit a családommal, meg a gyerekkoromi barátokkal, akik be vannak, szóval én azt nagyon elvesztem a, a, az egy hónapomat, viszont most már kezdek gyógytornázni, és bízok benne, hogy lassan azért el fogok kezdeni kondizni. És egy hogy utálod a gyógytornát, én látom rajtad. Nem, nem, szeretem, mert olyan cukja a gyógytornászom, szerintem a világ legjobb nő. De nem érzed magad ettől ilyen nyuggernek, hogy gyógytornázni kell? Nagyon. Mert hát ezt mondom, lá látom rajtad, hogy szerintem megőrülsz a gyógytornától. Én múltkor bementem a kondiba, és szégyeltem magam, mert, mert úgy volt, hogy végre mehetek a kondiba, és akkor örültem, hogy végre mehetek a kondiba. Viszont a gyógytornászom azt mondta, hogy bemehetek a kondiba, de csak sétálni. Szóval én bemegy... nézegetni a súlyokat, én... hogy hú, de szép nagy súly! Én, ez ez? ez is már, hogy bemegyek egy kondiba, ahol mindig látnak, tudod két órát keresztül nyomni a súlyokat, és most felmegyek a futópadra, és sétálok egy húsz percet, és megyek haza. És te egy tudod? Én, hát, igen, igen. emelkedőség. Csodálatos. Még lábra lehetsz, nem? Nem. Lábra sem? Lábra sem, még. Nem tudom miért neked ez, de, de hmm. én hallom azt, amit mondják az orvosok, meg a meg a gyógytornászom tényleg. Rájuk nem... hallgass, ne rám semmiképpen. <laughs> <laughs> <Nem gül> <laughs> Oké, okay, tehát nem. most van a... Van a <laughs> tényleg nem, nem szabad használnom a, a karomat. Most már azért lassan kezdhetek, de most négy, négy hétig tényleg a sétese lehetett. Az, az teljes pihenő kellett, hogy összenőjön pontosan úgy, ahogy, ahogy kellett összenőnie az Sz egész. Szakos van a nyanya tréning, mm, yeah. és akkor ezen kívül mi, mivel telik egy napot, mit csinálsz? a uh, amúgy most uh, van egy kis projektunk uh, erről a sérülésemről, meg az én történetemről for forgatni fogunk, forgatunk, vagy ezzel foglalkozunk egy, egy dokumentumfilmet, vagy uh -huh. egy dokumentumvideót, szóval ezzel is foglalkozom magamat. De műtét az nincsen benne, nyugtass meg. Mm, itt, pont amit itt nem. Azt, nem a válladat. Hát <gohen> én, én is, <gohen> Te megnézni, én, én tudom, de látod, nem? nem. nem. <gohen> Azt hittem, hogy megnézed a saját válladat belülről, tudod? Nem. Nem. amúgy azt múlt héten mondták, hogy amúgy lehet, hogy fel fogsz kelni. Mondom, nem, nem szeretnék. De jó le. Oh, kábultan. De jó. Köszön. nem, de nagyon nem. viszont a felépülés lesz bennem. Én meg. tartottam a saját fogomat a kezemben, amit utána visszaraktak a számba. Jó. Majd egyszer elmesélem. <gül> <Jó>. <gül> szóval akkor a felépülése fogsz koncentrálni? Igen, a felépülése fogok koncentrálni, és a pszichológusommal dolgozom, mert most szerintem egy kiváló lehetőség arra a ezzel foglalkozni, hogy épp ki is vagyok, ha nem vagyok sportoló. Mert én most nem, nem érzem magam sportolóként, mert ugye. Olyan, én mindig abba bíztam, hogy... Nem vagy rendesen bekötve szerintem, ez de, a probléma. Figyelj, olyan játékos vagy, ahogy éppen játszol. Ez, ez megvan adva, azt mindig nekünk is szokták mondani, vagy nekem is, hogy, hogy olyan játékos vagy, ahogy éppen játszol. Viszont én, amilyen játékos voltam, ez már múlt, az, amilyen játékos leszek, az még nagyon messze van. Hát jó, de most, hogyha ilyen nagy keleti bölcsként hozzá kell szólnom ez a, ez a, a témához, akkor ez egy olyan kudarc, amitől aztán ki fogsz virágozni. Ez Tehát, hogy úgy Te fogsz visszarobbanni az... a vízipóló életébe, hogy az egész medence így feltocson, aztán visszaesik, tudod? Jó, remélem. Hogy ez, is, ez a terv igazából, mert tényleg motivált vagyok, mint az állat. De És... van diéta? Tehát ilyenkor tartod a diétát, nagyon... meg, így, meg így, figyelsz erre? Fú, nagyon, mert mivel egy hónapig nem tudtam mozogni, azért nagyon figyáznom kellett, hogy ne, ne jöjjek vissza plusz 10 kilóval, és ezt, ezt meg is fogadtam magamban, hogy bezéle, nem, bezéle, nem fogok gurulni be, vissza be, a Pestre. Mert a magasság nem hátráltat a vízben, de a plusz kilók azok lenyomnak. Amúgy nem tudom, amúgy lehet, hogy nem. Pont, hogy... hogy Fia lehet, hogy még inkább félnének tőled, nem? Hát Tehát hogyha biztos. 191 centivel kicsit teltebben odaállsz, és meglátják, és hogy ezzel kell versenyezni, hogy Jézusom, Ezzel belem ez egy ez Jó, de hogy úsznék? Nem, tényleg elfogadtam saját magamba, hogy nem fogok gurulni vissza a Pestre, hanem, hanem sétálok. Hízékony mert... vagy? Te... Hízékony ha -ha. vagy? Ha? Igen. És egyben az arcomon látszik egyből mindig olyan kis, kis nagy pofám van. De meg szerencse, hogy a a karotból ez, amit eltörtél. <laughs> Na, tessze, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. hogy ez az öt hónap, ez zökkedőmentesen teljen el, és utána tényleg bele tudja robbanni a medencébe, és és mindenkit uh, továbbra is lenyűgöz majd a, a sportteljesítményeddel. Örülök, hogy vagy nekünk, és nagyon sok uh, uh, érmet kívánok, és egy olimpiai aranyérmet is kívánok az nagyon elkövetkezendő uh, sportolói karrieredbe. Köszönöm szépen a meghívást is. Oly, most teljesen megkatottál, nem viccek. <laughs> <laughs> Köszönöm, szia. Köszönöm, szia. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csengő ikonra, hogy a szóljon, hogyha új videó érkezik. Nézd meg a korábbi videókat, azokhoz is szólj hozzá, lájkold őket, és hogyha ezek után még van kedved, kövesse a különböző social media platformokon, például az Instagramon.